Na, szavaztok, ez itt a Green Light. Folytatódik tovább a Góti Karmada egy kis utószinkronnal. Most azért nem akartam teljesen újra szerkeszteni a videót, teljesen totálisan megszopatni magamat. Ezt már megtette helyettem az OBS. Amikor nem vette föl a mikrofonos kommentet. Még az elején nem is volt annyira pörgős, hogy a negyede fele már kezdett beindulni a dolog. A vége fele már egész jó kurva anyázások mentek, az biztos. Úgyhogy ezt most, ezt a felvételt egy faszakis utószinkronnal lehet látni. Sajnálatos módon. Amolyan ilyen meccs közvetítési jelleggel. Legutóbb is volt már erre példa, például az Alien vs. Predator első részénél. Bár az a videó már mint a... Nem, a Space Marine... Marine? Nem, ez egy Colonial Marine. Azzal játszom végig. Normál szinten. És... ott is volt egy rész, ahol sajnos újra kellett szinkronizálni. Mert néha, mondjuk ez az én hibám, hogy nem ellenőrzöm le rendesen. Itt van Antal testvér. Gyakorlatilag evidensnek érzem azt, hogy működnie kell a mikrofonnak. Most hát gyakran előfordul, hogy nem értem, hogy miért nem működik. Tehát amikor mennie kell, és mégsem megy. Ugyanilyen szarul jártam most is. Még az elején szivatgat, nem indíthatom el az összes erősebb csatahajót. De gyakorlatilag az egyik leghatékonyabb Góti Karmada videóm, és pont nem lett volna alatt audio kommentár. Sokak a facecamot is nehezményezik, hogy miért nincs. Igazság szerint azért, mert nem akarom, hogy lássátok a pofámat. Másik felől meg azért mondjuk a reakciókat le lehetne róla olvasni, azért teljesen más, hogy nézne ki a játék, persze facecammal. Más felől pedig Space Marines ready. Jobb az, hogyha én jobban szeretem, hogyha csak duma van alatta. Néha egy-két videóban azért vállalhatatlan kurva anyázás megy, ami ezt néha ez nem adnám a pofámat, még én magam se. Úgyhogy ebbe a hajzébe is történnek fasz a dolgok. Bár a meglepődések már nem lesznek olyan hitelesek, mint a eredetibe lett volna, amit nem vett rá. Így se lesz azért rosszabb, azért csak jobb, jobban szeretem egyébként azokat a videókat, amiben azért megy valami értelmes, még hogyha idétlen pofázás. De az, amit nem szeretek ebben a játékban, az, hogy indokolatlanul mindig megtalálják a hajóimat ezekkel a szondákkal. Remélhetek, én is tudok valahogy küldeni. Ahogy nem mondom őszintén, nem nagyon foglalkoztam vele. Sőt, még azzal sem foglalkoztam, hogy space nyomogassak néha, amikor kiválasztom azért, tehát így menet közben klikkelgetek a hajókra. Amit szerintem egy kurva nagy hiba, le kéne szoknom róla. Ugyanis lehet, egy értékes másodperceket veszítek el. Vagy ki lehetne aprólékosan váltani. Full speed! Bazzit, majdnem összeütköztem. De már ütnek is, bazd meg. Standard speed engaged! Már rakja elém a csapdát, bazd meg. Épp, hogy ki tudok előre farolni. Repositioning! Bontsunk egy kis energy drinket. Így. Erre jó kis izgalmas meccsre. Hát tény is való, hogy azért komment nélkül csak így naturva. Enemy in sight!
azért még a leglátványosabb meccs is hosszú távon unalmat. De azért tudom, hogy vannak olyanok a csatornámon azért feliratkozva, akik szeretik a stratégiai játékokat. Meg az én is imádom egyébként. Enemy in sight! Akarok már Heroes-t is végre. Gondolkoztam is, hogy máma vegyek föl, de az mindig különleges hangulat kell. Pláne azt, hogy a Heroes 3-ba egy kampányban vagyok, voltam, vagy leszek. Amivel igazán csúnyán elakadtam, tehát egy pont egy kurva szopós részre kéne valahogy taktikázni. Úgyhogy fasza legyen. Már nem mondom őszintén a Heroes 3 videókat, hogy indokolatlanul diszlájkolgatják az emberek. Ó, nem sokan, egy-két ember szokta csak. De nem is értem, pedig az aránylag nem játszok vele szarul. Nem azt mondom, hogy zseni vagyok benne, vagy full izé, tehát nem vagyok egy olyan szint, hogy penge vagy valami. De szeretem az ilyen normálisan, tehát nem vagyok ilyen very hard buzi meg. Jobban szeretek ezért úgy játszogatni a gémekkel, hogy normális azért elérhető értelmes szinten. Mert a Gothic Armada például ez a játék, ez az elején iszonyatosan szivatós volt. Tehát addig mi nem húzol normális hajókat, mert mennem szerzed így ezeket a fő hajókat. Ezek a nagy... mi a fasz ennek a neve? Ezeket a nagy battle csatacs... Jó, nem tudok beszélni. A battle csatacirkálókat. Addig az elég a Pélónak a rossz végén volt az ember. Az első közvetítéseknek az elején elég gyakran így. Ezért folyamatosan vesztettem, de most azért a mai nap azért 8 csatából 7-et megnyertem, azért ez nem mindegy. Leiszom magam. De az a jó, hogy ezzel a nagy zöld, mondjuk azért lenne zöld, hogyha Dark Angel-zel játszanék, de ez most Blood Angel. De lehet a Dark Angel-t is azért folytatom, az volt az első kampányom a Gothic Armadába. Ez egyik legfrankóbb Warhammer játék. Az képes, hogy a Warhammer logó benne sincs, pedig nem értem, hogy miért nem. Hát a játék elején simán be lehetett volna tenni a Warhammer 40.000-es logót is, mert ugye ez is Warhammer játék. Meg a világában. Space Marines ready! Mondjuk, aki ért a játékhoz, meg ismeri a világot, az tudja, de esetleg ilyen külső szemlélő, aki nem foglalkozott az ilyenekkel, azért nem olyan biztos. Na most már érdekesség szerint, most már csak egy hajó maradt. Kis hajót, a Novát, az többnyire mindig szétbasszák, bár szerintem utolsó a Hunterrel megy. És viszont ezzel a nagy csatacirkálóval kurvára nem tudnak mit kezdeni. De hát azért az orkok azért jó be tudták például szivatni, volt egy olyan rész, hogy ilyen közepes csatacirkálóval vagy hattal lőtték egyszerre, na akkor már az éreztem a törődést. Szétbaszták a hajónak a fegyverzetét, meg ilyenek. Szóval vagy a másik, vagy a harmadik csatában lesz egy ordinári csalás a gép részéről. Ugye így nehezen emésztettem meg. Azért villan föl egyébként a player, a VLC playernek az éje, mert újra elindítottam most. Nem akarom megszerkeszteni, de megszerkeztem, aláteszem a hangot, meg minden. Ez egy külön egy fél nap az meg. Így meg itt leállítom a felvételt, azt tudom tölteni. Only in death does duty end. Telepítés is ráférne a gépre, az biztos. Mert észrevettem, hogy a Sony Vegas is azért most már kezd baszkódni. Se sem tudnám mondani, hogy hányasat használom. Próbálom úgy fordítani a ventilátort, hogy ne zörögjön bele. Három hajó van még ennek a gecinek. Bajzsát azért a csatahajónak elég könnyen le tudják vinni.
de azért a javító személyzetre elég sokat költöttem. Tehát általában 140-150 másodperc a CD-je, a cooldown-ja. És utána újra ki lehet. Hát nem az egészet, nem elejétől a végig javítja ilyenkor. De ettől függetlenül. Próbálok kitörni, de hát ezt tudom, ha ez az űrhajó, hogy bármilyen gyorsasága, azért... Igen. Old course. Én soha nagy kárt nem tudtak okozni benne. Main battery's fire! Hasten rearming! És ez egy kis baszkódás. De még az elején látszik, hogy még egy picit ilyen szokatlanul kezelem a játékot. Vissza kellett volna a lenti. Van egy ilyen hirtelen fordulás gomb. Prométeum égetésével, amit most persze ezért arra baszunk, hogy szembe menjek, bazd meg. Teljesen fölöslegesen. Ezt a részt nem gondoltam át rendesen. Egy éles forduláshoz szintén használ Prométeumot, amit láthatjuk ott jobb alsó sarokban, az a kis piros, ami töltődik föl egészen narancs színű, igaz az üzemanyag. Tehát ilyenkor extra kakaót tudunk adni így a ezéknek, ezt így felgyorsulhatunk. De éles fordulásoknál kifejezetten hatékony tud lenni. Sőt, hanem szükséges is. És nézek itt, ó, elment a varba. Elvarpolt a geci láda. Space Marines ready. Kettő hajók maradt. Mondom, vannak iszonyatosan könnyű részek, de valamikor úgy kegyetlenül faszra tudunk szaladni, hogy öröm nézni. Bár azért annyi, végleg azért nem tudtak nagyon keményen ketté baszni, mert azért jó kipontoztam ennél a hajónál is. Ami már persze jelenleg még csak nem power to engines. Ó, kis engine, megpróbálom eltolni. Enemy in sight. Észrevettük. De szerettek elbújkálni, ezért szerettek ilyen álcázó hajtóművet bekapcsolni, meg ilyen. Enemy in sight! Szóval amikor az orrom előtt is alig látom meg. Köcsög geci hajó után. Itt megy a pávatánc egy darabig. Lekapcsolom most, ez a villanyt nem kell föntre, csak ez is termeli a hőt, geci. Ami megy a páva táncolás, addig gondolom, hogy készül egy ilyen Hunter Hawker nevezetű makett is. Festés már így a alapozás plusz az alap szint már fölvittem a stamiából. Tehát a másik videó majd is, mint a Grillite makettre fog menni. Azt elmentek, holnap be is fejezem. Talpat most vágtam le így este 8-kor, geci. Hát nem akkor van, hogy értelmes idő, bazd meg. Káni gecibe kinek van kedve ilyenkor kimenni. Ez is így döglöttem egész nap. Ha lehetse kajálni, alig bírok volt. A melegtől. Nem esik jó még az ételse. Semmi sem. Veszélyesebb, hogy feküdne az ember az ágyba. De még az se jó, mert... We are the chosen of the emperor. Ezért át kell cserélni mindig ezért a húzatot egy tiszta fehér lepedőre, az legalább hűt egy kicsit. Van ventilátor, all servitors and tech marines begin repairs. Bár mondjuk nem lenne rossz, de én mondjuk ezt a faszom kis szobába én nem nyomnék bele. Klímát az biztos. Jó behűtött energy drink, jó kis fasza. Sötét monster, zöld felirattal az alap. All power to engines. Egy kis kakaót nyomunk. Volt benne egy olyan látványos sökkelés, pontosabban még lesz. Átadtok majd a felvétel, hogy rányomtam így a Prométeumot.
elindított a hajót, beleöklelt, ezt még rá öklelés közben rábasztam a torpedókat. Ez nem ennek van, aztán a másik, az ötödik szintű hajónak. Próbálna menekülni, de... Show us the enemy! És lett basszintva. Astartes vessel ready! Main batteries fire! Chaos hajó. Eldárokkal nem nagyon találkoztam még ebbe az éve. Ja, most itt lelövöm előre a poénokat, nem lesznek eldárok. Cserébe lesz Tau Anus tágítás. És láthatjuk is az első Victorit. Rármászt egy kis csapdát fölöslegesnek kihelyen. És lépett az egyik izénk. Egyik parancsnokunk. Aztán Márkizaj testvér. Én szeretem igen ilyen régi vagy jelenlegi politikusokról elnevezni így a hőseinket. Fontos a Master Gunner-re pakolás. Meglehetősen. Hogy erősebb legyenek a ezék lövéseink. Upgrade, de itt most már nem emlékszem, hogy mire rakom, de itt is jó átgondolom, azért átolvasgatom így a dolgokat. Extra izék így a... Gondolom extra rásegítések így a fegyverrendszeren. Bár az a baj, hogy hiába mondjuk jelenik meg háromfajta torpedórendszer, amikor mondjuk egyet elhasználok, az összes cooldown-t kap, tehát... Bár amikor nem hülyeség akkor sem, mert lehet, hogy egyik ez egy bizonyos speciális fegyverrendszer való, amit balfasságomra sose szoktam nézni, pedig kellene, de könnyebbé tenni az életem, az biztos. Tehát azért vannak a én stratégiámban is azért bőven hibák. Az ötödik szintű Cruisert eléggé megbaszták. Tordján testvér! Mondjon le! Orbán Viktor, mondjon le! Mindig ezt mondta, emlékszem, hogy a pajzél szarlamentben régen. Kisgazdás volt, egy kedvenc politikusom volt régen. Egyszerűen találkoztam vele élőben is, még az a vicc, Tordján Józsival. Még annó Pesten dolgoztam így a Margit hídnak a felújításánál. Biztonsági őrködtem. Azt igyekezett a parlamentbe. Bár akkor nem volt már képviselő, meg ilyenek, de valami bejárt ott a halálba, mondta nekünk. És az a lényeg, hogy akkor találtak pont egy ilyen második világháborús bombát, és így két órára le kellett zárni a Margit hídat. Tehát már egy része meg volt nyitva. Tehát a gyalogos részen volt csak át. De azt is le kellett izélni, mert ugye Margit híd ez elég közel van a szarlamenthez. Ezt fostak, hogy ezért nehogy ezért a
vityájék elszálljanak, mint a sóhaj. Ott volt a Margit hídnak egy lábába, a közepén, ahogy van az a sziget, Margit sziget, és ott van egy kis találka, egy kis homokgeci, homokgödörszerű valami, és ott azért fordították ki. Ott volt egy elsüllyedt német uszá is, nemrég, 2011-ben. I am listening. Akkor szedték ki. We're moving to position. Én akkor találkoztam a Tordjánnal, azt szerencsétlent visszaküldtük a láncít, ez az gyalog volt, bazd meg. Nem baj, mondjuk Dagi volt, ráfért a gyaloglás. Na sajnos nem él szegény. A Csurkától is van, meg a Csurka Pistától is van egy dedikált könyvem, geci. Space Marines ready. Hold course. Ja, nagy politizálós ember vagyok, mert meglöktem az egeret. Mennyi van hátra, majd vagyok? 22 perce még. Az újra szinkron. Miért valaki még megvádol, hogy nem én játszok. De egyébként ennek a szériának a régebbi videóiba vissza tudja nézni, és ott is ugyanígy vannak a nevek. Tehát ez egy sorozat. Esetleg valaki új feliratkozó is érdekli a góti karmadás rész. Mondom, ezt még egyszer elmondom, hogy nem volt szívem, közel volt ott az akna. Nem volt szívem felrakni valami kommentár nélkül, ez így tök snasz lett volna, így nem sokan nézték volna, meg lehet, hogy show us the enemy. Bár mondjuk ilyen 50-60 ember ezért mindig nézte. Nekem az jó, egyébként a csatorna átlagomhoz képest, hogy van 300 valamennyi feliratkozó. Ahhoz a 50-60-as nézettség nem rossz szerintem. Láttam olyan csatornát, ahol gyereknek volt 2000 feliratkozója, azt 20-an nézték meg a videóját, még annyian sem. Azt kérdezem, akkor gyakorlatilag annak, hogy nincsen nézettsége. De akkor 300 vagy 400 megtekintés is van. Egy-két videó mondom, bár jó, mert hülyeséget mondok, mert van valami 3000 megtekintés is van. Jó, de ez egy kis csatorna, egy kicsibe. Tehát ahogy a nagyok mondták régen, hogy merjünk kicsik lenni. Tehát nem az a cél, hogy itt több ezer feliratkozó számos létszámot elérjek. Mert nem az a cél abszolút. Ez ilyen kis faszak is. Kisebb ilyen Warhammer rajongó, vagy maket rajongó, vagy attól függ, elég sok mindennel foglalkozok csatornán. That's your command! Annak a kevés kis közegnek szól így a dolog, akit úgy érdekelnek az ilyen dolgok. All power to engines! Épp, hogy sikerül kimennem, bazd meg. Standard speed engaged! Szép volt azért. Utolsó pillanatban mondjuk ezek a kis cirkálókkal lehet baszatni keményen. Na most előbb, hogy megszakítottam a gondolatmenetemet. Main battery is fire! Az elég sok minden dolog. Tényleg a zenétől a képregényen át a Warhammerezésig. Fú, könyvfelolvasásig, mert van egy ilyen könyv. Space Marines ready! Egyébként most jövök majd a Draculával. Vagy az AVP repositioning. Vagy a Stalkernek a Dracula folyamával, csak még az Stalkeres Draculában még van egy pár. Tactical maneuver engaged. Szóval elég érdekes, mert valaki ezért a videóért, valaki azért a videóért. Astartes vessel ready. Valaki abszolút nem érdekelnek a játékok, de hát igazából az alapkoncepció, hát igazából gaming lett volna. Retro gaming. Bár igazából hazudtam, mert nem a retro gaming, hanem vovoztunk például a haverommal rajta. Egy vovos csatorna volt az eredetie, 2017-ben. Plusz dolgokat unboxingoltam, tehát ez volt az alap koncepció, hogy unboxing, meg World of Warcraft, néha egy kis retro. Most jobban inkább ráálltam a retróra, vagy a retro stílusú, mint az előző Warhammer, a Warcraft esetében. Ez a vadi új játék, csak retro stílusú. Még azt sem mondanám, hogy végigjátszás, mert még vannak a csatornán végigjátszások, azokon. De nem az, hogy akkor teszek föl videót, hogyha végijátszás van. Például szeretek szemezgeti játékok között kipróbálgatni, így ezélgetni. És hogyha esetleg bejön, akkor végigtolom. Ha béna vagyok hozzá, akkor nem erőtetem. Vagy csak nagyon lassan.
Vannak olyan játékok, amik fekszenek, mint például ez a Gothic Armada, ez egész jó. Ebben már azért vannak sikerélményei. De ez egyébként a régi retro gémekben, egyébként Commodore 64-es, meg Nintendo-s gémekben. Ready for battle! Ott azért rajta vagyok a szopó, ezért szopó állnak keményen. Imádom a Castlevania-t, de egyébként most egy gyakorolgatok, játszogatok vele, mert régről ismerem. De hát nem vagyok ahhoz elég ügyes egyébként. Mert lesznek próbálkozások, hogy kijátszom meg minden, mert nézem, hogy vannak jó trükkök egyébként, hogy hogyan lehet a bosszokat. Még igazából a bosszok fognak meg mindig például a Castlevania kijátszásba. De egyébként nagyon jó videók vannak, hogy például szentelt, valamelyik bosszat csak a szentelt víz, valamelyik másik bosszat csak a dobóbalta, harmadiknál csak el kell ugrálni, azt ostorozni. Még így meg össze lehet hozni. Ha már menekülnek egyébként. Ready for battle! Három hajója maradt. Ez szar még egyébként, hogy a menet csata közben csak a képek vannak kint, tehát a karakternek a nevét azt nem engedi. Nem dobja föl. Jobb lenne úgy azért. Egyébként nagyon sok ugyanolyan karakter van benne, tehát nem nagyon erőtették meg magukat sajnos, hogy egyedi hősöket fessenek. Sajnálatos módon. Astartes vessel ready. Csata cirkálom, és így forog, mint buzi a gőzfürdőbe. De most ott a csata, bazd meg, egy kurva izét kerülget, geci. Full speed! A nyomom, de se jöttem még rá, hogy sokkal jobb lenne egyszer hirtelen fordulást használni. Mert azzal legalább tényleg, legalább a tengelyen körül átfordulnék, de így meg tesz egy kurva nagy izét kör, bazd meg. És ugyanott vagyok vele gyakorlatilag, mint hogy show us the enemy. Körbe menne alapsebességen. Space Marines ready. Na mennek a warp-ba. Check Marine calm in the machine spirit. Astartes vessel ready. Sőt, szerintem az én hajón ment a warp-ba. Igen, mert megbaszták. Ó, bazd meg, az akna ott van, geci. Astartes vessel ready. Lehet, hogy még amikor játszottam, észre se vettem. Ready for battle. Show us the enemy. Nagynak abszolút lefogyott a pajzsa, ilyenkor kell dobni a egységeket átszállásra. Még én viszont el nem kezdik visszatölteni a pajzsot. Ready for battle. Ha meg is baszódott, szerintem belementem az aknába. Nagyon örülök neki. Amit nem láttam az előbb. Successful deep strike! Astartes vessel ready! Én volt olyan rész, hogy folyamatosan újraindult a számláló a torpedókon. Azt nem is értettem, hogy miért, bazd meg, mert nem lőttem el. De még az a jó, hogyha Master Gunner-t kihúzzuk, az alapfegyverekkel kurva jó tudunk sebezni. Show us the enemy. Nézem, hogy írja a ventilátor a mikrofontot, de hát már haszom. Már fél órája megy a fölvétel, azt mondja, akkor izélem, bazd meg. Gondolkozok rajta, hogy belefúgja, bazd meg, mert akkor meg így... Akkor végighez menne, geci. Space Marines ready! Ez megérte volna újra venni a játékot, bazd meg. Újra szinkronizálni. I am listening. Mostanában elég sok felirat, új feliratkozó érkezett. Ready for battle. Kifejezetten örülök neki. Én itt gyakran észreveszem azt, hogy így megnézik a csatornát, rámennek, feliratkoznak. Utána egy napulat feliratkoznak. Gondolom elolvasták a névjegyet, hogy észreveszik, hogy fú, káromkodásban vagy a fele videó. Összeg Space Marines ready. De hát én mindig azt mondom, hogy eleinte el kell olvasni mindig, hogy hova jössz, hogy mit nézel meg. Ship taking heavy damage. Egyébként én így szoktam csinálni, tehát látok olyan csatornát, ami érdekes nekem, akkor megnézem, milyen videók vannak, mi a névjegyzék,
fall back and regroup. Ha olyasmi, akkor úgy feliratkozik rá az ember. Elküldtem a másik hajót is az éve. Space Marines ready! Hát itt megint ezért szétbaszott ezékkel kell kúrni őket. Csak a kicsiknek maradt ezért ami elég szar állapotban van. Igen, mert rámentem a zaknára, bazd meg. Ja. És ezt most vettem észre, amikor játszottam, nem is vettem észre, hogy mi a faszé. Pont akkor húztam el a kameraképet, amikor ezért volt extra. Gyakorlatilag egy szétbaszott kis hajón van még használható torpedórendszer. Space Marines ready. Ez teljesen másikra még ez is a látóizés kiment, ne? Próbálunk egy kicsikét menekülni. Hold course. Az igen, geci, kapja kemény. Ready for battle. Megindítjuk a csatahajót, cirkálunk. I am listening. Ez a, gyakorlatilag a nagy hajóval szinte teljesen vakok vagyunk. Ez is jelentősen megosztította a játék tartalmat. Tactical maneuver engaged. De én voltam a fasz, hogy össze-vissza buziskodtam, ahelyett, hogy az elején élből arra használtam volna Prométeót, hogy éles szögbe fordultam volna elve. Ilyenekkel múlik, bazd meg, egy győzelem, vagy az, hogy kihúzódik-e a csata, vagy nem. I am listening. At your command. Your command. Ready for battle. Most megy a körözgetés. Space Marines ready. Még amíg egy kicsit a másik, azért küldjük azzal is. Itt aztán csak a plazma bombát. Tech Marine, calm the machine spirit. Meg a pajzs megerősítés, meg mágnesezése. Ja, persze, meg az alapfegyverzet. Na, de mondom, volt rá arra is példa, hogy az se indult be, bazzak, meg kellett tolni a hajót, geci. Show us the enemy. Plazma bomba. De kijön belőle a geci, azt hiszem, vagy nem? Ebből már nem. Úr geci, rá is roppant a fazba. Astartes vessel ready! Megseggeztük, és mindig van egy kurva űrhajója, bazd meg. De hosszú percek óta kettő hajója volt, most ment le egyre. Astartes vessel ready! Keresgetheti az ember, geci. Space Marines ready! Space Marines! Hát a felbukkolt, azt a kis vörös ködöt kell nézni. Space Marines ready! És kattintott. De a torpedó, a fedélzeti dekkel lévő fegyverek teljesen szét lettek baszva. Úgyhogy ez a kevés plazma bomba tud az élni. Az alapfegyverzet. I am listening. To where we are needed. Ready for battle. Show us the enemy. I am listening. Megy a kergetőzés keményen. Forog körülöttem, bazd meg. Show us the enemy. Őszfürdő meg egyszer. Nagyjal, sérült kis hajóval. Moving to position. Cirkálóval kell itt húziskodni. Enemy in sight! Initiating targeting protocols! Astartes vessel ready! Repositioning! Na már elkezdett lángolni a fedélzet. Space Marines ready! Na ma végre, bazd meg, elkezdek fordulni már, bazd meg. Standard speed engaged.
New vector acknowledged. New vector van meg az. Astartes vessel ready. Ah, most kapott izét. Igen. Nyomtam rá egy torpedót, mert bele is hajtottam. Strike quickly, brothers! Az a gond, hogy kicsi ez a hajó, tehát... Ready for battle! At your command! Ilyen csivava akarnak kárt tenni egy Dobermanba. All servitors and tank marines begin repairs! Mondjuk, hogyha herezacskóra kapja a Doberman a harapás, mondjuk. Úgyis az a csivava le is tudja harapni. Beginning warp jump! Na, pedig itt most ez történt. El is küldjük a varba. Nem tudom, szerintem el tudok menni, de eléggé meg van basszva az űrhajó, de teljesen kihúnyítatva az összes fegyvert, tehát egy vagy két csatáig teljesen immunis, vagy az én, vagy immunis. Kimaradok a körből ezekkel a hajókkal. Kivéve, hogyha esetleg tapasztalati pontot áldozok arra, hogy nem tudom, azt hiszem 50 vagy azt hiszem 50 tapasztalati pont, vagy nem tudom milyen üzé pont ez. Perk pont azt hiszem. Amivel így le lehet csökkenteni ezért. Amit látjátok, így a látószög is elment a hajónak, tehát az aknára futás, az nagyon nagy kárt okozott. Szétbaszta az egész hajó teljesen. Gyakorlatilag az öklelésem, meg az alaplövésem, meg a plazma bombán kívül semmi más nem tudok használni, bazd. Moving to position. Only in death does duty end. Gondolkoztam azon is, hogy elmegyek a varba a picsában, a faszom azért se, bazd. Előbb-utóbb úgyis elkapom. Mi amíg ez működött benne, az is hála az égnek a önjavító rendszer a hajónak, tehát tudta javítani, folyamatos repairing ment a háttérbe a hajón. De az a baj, hogy ha ki van képezve a Tech Marine személyzet, akkor faszé nem tudják a akna által okozott károkat megjavítani. Még lehet, hogy csata közben az nem lehetséges. Ez van, hogyha rámész egy aknára, volt. És mondom, úgy mentem rá, hogy amikor először vettem fel a játékot, észre sem vettem, bazd meg. Csak ment a kurva anyázás, hogy a faszé van nekem kilőve. Ki a picsa lőtte ki nekem, bazd meg, itt első körbe a összes valamire való izémet, bazd meg. Még az átszállás is, bazd ki. Ez a kis hábet nyilacskával repülünk át, ott van a izé is. Torpedós, hortorpedós használhatatlan. It's where we are needed. Tisztán jó, megküldjük neki. Main battle is fire! Fire! Megtoljuk a kis köcsögöt. Tilly Tolly, bazd meg. Tilly Tolly kis autó, öcsém, dur. Enemy in sight! Dur neki, bam! Tessék, te köcsög! Repositioning! Vibrátort is, hogy élvezze a törődést. Tactical maneuver engaged! Az oda baszott a pajzsának egy kicsit. Neki is azért látod, hogy jelenleg, hogy elpusztult a turret, meg ilyenek. Tech Marine, calm the machine spirit! Ez a tologatás nem nagyon szeretik, úgy látom. Rossz ezébe kötöd bele. Próbál markolni a geci. Hát igen. De ez jó, mert itt van a második Victorious. Szintet lépett így az emberkém. Annak majd később átírom is a nevét, azt hiszem. Antal testvér. Én nézzük a krút. Itt azt hiszem törlöm a izét majd, ha minden igaz. Véletlenül? Nem tudom.
Lehet, bazd meg. A navigátor az elején nagyon fontos volt a gyors meneküléshez, mert hogyha nem tudtál elmenekülni, miközben szétbasszák a izét, akkor nagy szarba voltunk. Master Gunner. Legalább egy kettes navigátor. Vagy hármas. Inkább jobb lenne a Master Gunner 3-as. Persze utána mehet majd a Servitorok, Space Marinok, a Squadron Sergeantnak a kifejlesztése is. Hát ezek is meg lesznek, bazd meg, fú! Ez nagyon erős hajó. Az geci. Ilyen átküldéseknél brutális azért tudunk csinálni. Fleet Points. Végre a kettő nagy csatahajót el tudjuk küldeni. Escort Shipbe általában vagy a Huntert, vagy a Novát szoktam. Majd végén megfordul a Gladius is, most azt hiszem a Hunter megy. Két nagy piros bré megindul. Ezeket a questeket szeretem, mert itt ráindítod a kettő nagyot, persze vigyázzak, hogy ne basszák szét, mert akkor ez következő körbe elég csúnyán megérezzük. Space Marines ready! Kétkönig kihagyni a nagy csatacirkálót azért úgy szívatás. Ott a targetünk. We are the chosen of the Emperor! Támadó állásban vagyunk. Show us the enemy! Mert taktikázni kell majd a... Huntert hagyjuk hátrább, mert van egy permanens torpedója egyébként ilyen atakulós részeknél szeretem használni, mert hogyha bele van állítva irányba, és épp nem lövi senki, akkor azt a torpedó, a permanens hőkövető nélkül torpedók, azok kurva jól sebeznek egyébként. Fear the angels of death! Space Marines ready! Ez egy kisebb hajó is a fegyverzet azért számít. Egy kis, egy ilyen egyszerű kis ilyen picsa kis szállítóhajó is lehet, lehetnek rajta olyan fegyverek, hogy jó, HP az lófasz, gyakorlatilag egy-két lövésből megbasszák, viszont ettől függetlenül cserébe be tud vinni egy-kettő olyan találatot, ami egy ilyen nagyobb cirkálót is megszopott egy rövid időre. Initiate targeting protocols. Igen, itt anyáztam, hogy bezzeg ő a térképnek az egyik feléről át tud jelölni, bazd meg is. Térkép egyik feléről rám bassza a plazma bombát, én ezt persze nem tudom megcsinálni, hát miért is, geci. Ez van luxus hóna. De a vektorba kell állítani a izét is, a Hunter kishajót, és utána, amikor elérünk, akkor meg rábaszni a torpedót. Ha már egy torpedóját célba tudja jutatni, akkor már kurva jó van, akkor már megérte berakni. Itt abszolút nem szabad húziskodni a kishajókkal, itt csak azért lőni. Csak a célpontot. Megnyomkodni magunkra azért a tech marinokat, hogy javítgassák a hajót. Main batteries, fire! Enemy in sight! Show us the enemy! Egyszerűen a space vilkodnom, de aki hülye halljon meg, azt szoktam. Space Marines ready! Én nincsen út irányba állítva a hajó. Fear the angels of death! De már van lőve a torpedó, most látom. Hunter már engedte a torpedó. Astartes vessel ready! Geci féle, de bazd meg a csapatátküldések. Azok kemény
Tehát ilyen partizán akciót szoktak leverni. At Stati's vessel ready. Rásugározza a Space Marine-okat is. I am listening. Elméletileg. Bár mondjuk a nagyon sok ilyen animált részben úgy látták, hogy a Space Marine-okat beültetik egy kis fülkébe. Ami van egy ilyen fülkébe megy a végén, befújja magát így a hajóba. Vagy a Space Marine-oknak a hajója fújja be magát az ellenfél hajójába, és Riami. Adagolja be így a Space Marine-okat. Show us the enemy! Space Marines ready! Az egyik nagy hajómat ma adabasztak az ötödik szintűre. Beginning warp jump! Őt el is küldik a warpba. Targeting protocol. Nagyon költséges a javítatás, az a baj. Ez a szopatási egyébként, hogyha olyan van. Tart az animáció, te nem tudsz mit csinálni. Az animáció alatt, bazd meg, szét tudják lőni az űrhajóra. Kurva szar. És az van vagy 10-15 percnyi animáció, vagy bocsánat, másodpercnyi animáció, a hülyeséget beszélek. Meg vagyok itt szédülve. És az meg pedig 15 másodperc alatt azért rommá tudják kúrni a hajót, hogyha úgy van. Mert vesztettem már azért a csatahajót. Megnyertem a mérkőzést, de hát a faszom akkor is azért volt. Csatahajót meg két játék alkalomra azért szervízbe volt. Vagy súlyos perk pontokért izéhettem. Ez egy perk, ez PTS. Mert a picsa ez. Meg nyomhattam föl. Raffen, még itt ez a neve. Szerintem majd átnevezem Ferrierre majd a játék folyamán. És lepődtem, hogy az egyik főkapitány miért nem adtam neki valami politikus nevet. Hirtelen nem jutott más az eszembe, de lehet, hogy majd még átírom. Persze csak olyan politikus nevet szoktam adni nekik, bazd meg. Akik úgy számomra valamilyen szinten szimpátiával bírnak. Általában azért fideszes politikus nem szoktam választani. Astartes vessel ready. Hold course. Ez éppen Jákob rabbi, bazdmeg. Geci. Az elején még bírtam azt a csávót, még akkor így krumplitot azért pörgette így a parlamentben. De utána a vége felem elég gáz volt, eléggé vállalhatatlan. Még csúnyán alá ment így ezért. Narkis a jég alá kurva anyját neki. Jó, hogy gyurcsányról se neveznék el egyetlen Space Marine sem az. Az is igaz. Ú, de meghalt a vágópista, mondjuk az meg DK-s volt az. Még a DK-val is úgy vagyok, mint a Fidesz-szel utálunk a szar. I am listening. Egyébként akkor itt tereljük az űrhajókat, nagyon ügyesen kell csinálgatni ezt, mert ugyebár mindig kisebb az űrhajó, annál gyorsabb. Jába is Space Marines hajtóművel rendelkezik. Show us the enemy. Ettől független az az érdekesség benne, hogy tactical maneuver engaged. Be kell állítanunk, mert akkor a kis hajók nagyon előre mennek, a szét, nem figyelünk oda gyakorlatilag, szétlődik a fazba.
Viszont a minden összes hajót, most mi esetünkben három hajó van, amit láthatunk fenn. Egymás mellé, tehát egy kupacba behúzzuk, és úgy jönnek, mint ahogy most láthatjuk, jobb oldal felé. Ready for battle! A szonda után. Moving to position! Akkor gyakorlatilag ösztűz alá vehetjük az első hajót, és az első két hajót, amit beküld, mert az ugye a gép ezt úgy észrevette, hogy ők nem zébe jön be. De gyakorlatilag kiposztorba küldi a hajóit, ami igazából hiba. Bár lehet, hogy most ready a for battle. Nehézségi szintnek köszönhető, hogy ugye nem hardon játszok. És akkor így úgy csinálja, hogy így abszolút ki lehet használni ezt a kis helyzetjelőt. Majd így megszoktam. Rögtön ösztűz alára, már szét is baszta, ennyi volt. Kettő alap azért lövést elengedett, ezért már meg is baszta, baszd meg. Ezt szeretem. Space Marines ready. Ilyeneket csippantom nagyon. Na, időgurok, baszd meg. Nem tudok egy darabig mozogni, ez szar. Show us the enemy. Lőni aztán tudunk benne, csak elmozdulni nem. Ez hasonló, mint ami volt a D&D filmben, ez a Time Warp. Space Marines ready. Megállítja az időt. Időlassítás szerint. Mondanám, hogy varázslat, de ez enemy in sight! Successful deep strike! Enemy in sight! Szóval ez is gyors menet lesz. Astartes vessel ready! Megseggezzük így a izéket a fiúkból. I am listening! Repositioning! Show us the enemy! A morkok, ha. Hát egy dodge-emezés lesz. Itt show viszont a hunterrel nagyon lemaradtam, ez a baj. Ready for battle. Látom. Only in death does duty end. Space Marines ready. Tordján. De nem tordján, hülye vagyok. Tordján most nincs. I am listening. Mert ez egy közepes csataszírtálónak a kapitány. Show us the enemy. Tech Marine, calm the machine spirit. A másik öt hajót kell szétkicsálni. Astartes vessel ready. Astartes vessel ready. Orkok körékét kura sokáig szívtam. Gyakorlatilag volt, hogy hetekig játszottam ezzel a gémmel, napi 2-3 órát bazd meg. Jó, nem ready minden napban, akkor dolgozni is kellett menni. Akkor dolgoztam, ready nyilván nem tudtam játszani. És akkor bizony, I am listening. Gyakorlatilag folyamatosan megbasztak az orkot. Ott a kurva izé, bazd meg. Space Marines ready. A Hunterre természetesen már jó ideje annyi. Hunter nevű kis hajónknak. Ready for battle! Kaput van. Az orkoknak is csúnyán lefőtt a kávé. Hoppá! Szopuá! Leszopuá! Szopok lész lett az orkoknak. Kvarchomokkal felszentelt ánuszbaszáson estek túl a fiúk. Az ork bojszok. Megérezték azt, milyen, amikor Blood Angel fasz járkál a picsájukba. Itt van Raffen, akit majd előbb-utóbb átnevezünk. És nem tudom, hogy mikor. De nem most. 700 pontunk van, ezek a fleet pontok. Ezekből válogathatjuk ki a izét. Na most melyiket viszem? Vajon melyiket viszem? A Huntert ismét. Tudjátok, mi hiányzik nekem a Space Marinoknak így az űrhajójának az elején?
Az a fúró, amivel beszokta magát fúrni a izébe. Na szokott lenni, van egy ilyen fúró szerszám. Ezt például sok ilyen izénél láthattuk. Warhammer 40.000-es animációnál, hogy nem csak Space Marine, ezt a Imperial Fleet is alkalmazza helyjel közzel. Igen, ez az izélet picit összezavart. Amikor ilyen bolygónak, vagy holdnak a gyűrűi között. Ez Saturnus gyűrű. Ezébe kell itt harcolni, mert nem hiszem, hogy a Saturnus lenne. Bár mondjuk kompatibilis lenne a Warhammer 40.000 a mi világunkkal, csak hát 40.000 évvel később. A 40K. Hát ne felejtsük el, így a császárnak a palotája a Himalájában van. És a fő bolygója a Terra, azaz a jelenlegi földünk. Himalájában posztolnak a izék is, a őrsége is. Hirtelen elfelejtettem a nevüket, az arany színű páncélban vannak. Közvetlen a császár génanyagából szerezték az erejüket, szerezte hát a császár, így tenyésztette ki őket. Gyakorlatilag egyetlen olyan őr egy primarka erejével is fölérhet. Bár mondjuk ez nem teljesen biztos, mert primarkák azért többek azoknál, ahogy mondjuk, hogy csak a császár génanyagából születtek. Ott azért belettek tolva és speciálisan el lettek készítve. Mondjuk a primarkák azért jóval erősebbek. Mindegyik nagyon gyakorlatilag brutális lett megcsinálva. Csak mindegyiknek lett egy hátránya, sajnos. És mondjuk ebből a nagyon frankó az Ultramarines. We are the chosen of the Emperor. Az ő genetikai állományok a legtisztább, tehát nincsen nekik úgy hátrány az összem. Hát nagyon sokan ezért szeretnek a Wargamingbe is Ultramarinokkal jár, csak nem szeretem a kék szín. Csak úgy hajfesték belőle a csajok. I am listening. Space Marine Escort lost. Az Ultramarinokon annyira nem szeretem. Egyébként itt volt a régi Ultramarin animációs film, azt évente újra nézem, mert igaz, hogy csúnyán öregedett szegény, jó, mert az analóg torpedó, segülkukasztó, ez az. Új segülkukat kaptak az arcukra. Na, és a régi Ultramarin ugye már nagyon rossz öregedett maga az animációs film, de voltak benne híres színészek is, mint például, aki játszott a 8. utas a halálba, Kane-t, akiből kijött az Alien. Ő azt hiszem a káplánt alakított, az Imperial Fist káplánt. Show us the enemy. De lehet, hogy rosszul tudom. Ugye voltak úgy, hogy initiate targeting protocols. Egy Imperial Fist gyakorlatilag kolostort, és volt benne egy káplán, Space Marines ready. Azt hiszem egy tech marine vagy medic, vagy ez a tech marine, azt hiszem az volt velük. Tech Marine volt, vagy csak sima Space Marine. Astartes vessel ready. Birodalmi öklök. Show us the enemy. Teleport attack successful. Egy a fordulás, de ilyenkor már nem nagyon tudnak mit csinálni, már csak két hajó van. Akkor már lesz a Pua van. Lesz a Pua, Lucros. Astartes vessel ready. Konyec van neki. Hold course. Az elég messze. All power to engines. Standard speed engaged. Space Marines ready. Hát de mondjuk mire átfordul, addigra le is jön róla. Show us the enemy. Gyakorlatilag a 8. szintű csatahajó. Enemy in sight. Márkizaj Petivel, bazd meg el. Astartes vessel ready. Sértetlen még.
De megnézzük itt is. We are the chosen of the emperor. Csatacirkálóban, a három csatacirkálóban az meg. Ez kemény. Ready for battle. Ready for battle. Megkapta magáit. Space Marines ready. I am listening. All servitors and tech marines, begin repairs. Show us the enemy. Igazából már az alapfegyverekkel keményen megszólizáljuk, hogy az Januszárt neki az Januszárt. Space Marines már ready. Minden irányból kapja a szaftot. All servitors and tech marines begin repairs. Space Marines ready. Miért szól bazd meg? Ímmel a következő Victorious, már nem is számoltam, hogy hanyadik geci. Empire. Jaj, ma most jönnek majd az ilyen flexelések, bazmeg. Meg ők is glavírozó hajóik, rohadjon meg, bazmeg. Ez kegyetlenek egyébként. Még nézegettem, hogy lehetne most le voltak árazva izék, azt hiszem. Tau Empire izéhez. Lehet, hogy meg is veszem majd, ha kész vagyok a szinkronnal. És egy 2-3 euró volt, azt hiszem. Good Old Games, ugye ez Good Old Games-ről megy nekem. Ready for battle. Én azt hittem, hogy a Good Old Games-en egy kicsikét többet szoktak opciózni. At your command. Akkor mondjuk a Steam-en mondok egy példát, 8 euró, az a Good Old Games-en az 7 euró szokott lenni, tehát így ez egy kis sunyi geci módon többnyire alá szoktak menni. Bár mondjuk volt fordítva is, hogy a Steamen olcsó volt, mint Google-on, de ez nagyon ritka. Ez a Good Old Games az ezért ugye bár ez kisebb. A Witcher-nek, a Cyberpunk-nak az alap. Mert ez a CD Projekt Red-nek az tulajdonához köthető, ha jól tudom. Bár ha nem, akkor javítsatok. Már ha valaki eljutott idáig is nézi a videót. Bár mondom, most folyamatos pofázás van benne, azt általában szokták szeretni a nézőim többsége. Biztosan olyan, akit zavar. Tehát mondjuk, aki van, akit mondjuk zavar, azt nem értem, miért nézi, vagy miért nem keres olyan csatornát, ami esetleg számára szimpatikus. Jó, figyelj, én is szoktam mondjuk triggerelni magam néhány hülye emberekkel, az tény is való. Csak nem rendszeres szinten. Azért néha jó kiizélni. Beginning tactical assessment! Néha most nyomtam meg a space-et, hogy egy kéne használni mindig. Azt pontosabb találatokat, pontosabb taktikát még mindig hajtani a járdinkben. Astartes vessel ready. Néha én is úgy játszok, de az ilyen balta módra, komolyan mondom, tehát ami valamikor működik, valamikor jó stratégiának bizonyul, de esetek többségében azért csöcsre lehet vele keményen szaladni. A tenger alatt járó hangod, bazd meg. I am listening. To where we are needed. És azt hiszem libasorba érkeznek a hülye tau, bazd meg.
Fear the angels of death. Lavírozó hajóiből ott lesznek a legvégén majd. Space Marines ready. Fear the angels of death. Angels of death. Space Marines ready. Sőt a kávé, geci. Bekaptott az apkomot. Show us the enemy. Only in death does duty end. Geci látható az. Show us the enemy. I am listening. Játszhatni gótik armada kettővel is, de mondom, minek, ugye vagyok az egyjel, bazdmeg. Urok a tesó mind a kettőt megvett egyébként. Bizony kettővel szokott. Enemy in sight! Hát figyelj, nincs ezzel a baj. Lehet a kettőnél mi jó viszlel. Show us the enemy. Ó, ezért már nagyon... Ajajajajajaj. Ezért a kis hajót is szétkapták a gecibe. Space Marine Escort vessel obliterated. Szint lavírozták. Astartes vessel ready. Underway. A kettő glavírozó hajója az olyan egy lézer glavírozó geci. Astartes vessel ready. A nyalábot, sugár nyalábot fosik ki magába, hogy beszadik az ember. Természetesen kurva akna mellett kell baszkódni. Enemy in sight! Egyébként a Tau-ban visszatérve egy kicsit, ez is egy érdekes dolog. Szoktam követni a Lore Gamers csatornát, nagyon sok hasznos dolgot hozzá kell. Pláne az ilyen hülyéknek, mint nekem, akik nem tudnak normálisan angolul, azt így... Én is tudom élvezni, hogy Warhammernak a eddig le nem fordított, vagy nem, eddig nem tudott lore történetét. A Tauk, hogy fedezték föl őket, hogy valamikor még a 30. évezredben az Adeptus Mechanicus fedezte föl őket, csak ugyebár akkor még ősközösségben éltek, tehát kattintották a követ meg ilyenek, azt nem foglalkoztak velük, és a 40.000. évezredben tértek vissza, immár ilyen birodalmi szinten, hajókkal, lézerfegyverekkel, vagy ilyen plazmafegyverekkel, az élve. Tehát 10.000 év alatt felhájpolódtak a faszkalapok. Mondom, akkor kellett volna Adeptus Mechanicusnak így izélni, bazd meg. Csodát már nyomd, bár mondjuk azt nem szeretnék használni. Ready for battle. Akkor megsemmisítik a bolygót, van ennek egy bizélye. Szép Warhammeres neve. Exterminatus, bazd meg azt. És Exterminatus rányomni a gecibe. Rohadék Tauknak. Show us the enemy. Érezzék a törődést. Tech Marine, calm the machine spirit. Damage reaching critical levels. Elég erős csapataik vannak amúgy. Irreálisan erős csapataik vannak Tauknak. Tactical withdrawal. I am listening. Na, én már szétkúrta az én cirkálom, geci. Space Marines ready! A banán fejét mindjárt elkapjuk-e. Astartes vessel ready! Na, már használom a éles fordulást azért. Csak képbe jöttem, hogy a faszom ez így átkeveredni így a izébe. De szembe való, szembe kéne velem menni, csak nem jön össze. Szóval rátolatni és egy szájba baszni ezért megtolni a Nuva űrhajóját, és rábaszni ezért köpedik torpedót is közvetlen. Előtte, mellette, bazd meg, ott megy, kurva anyád. Ezt se találta el. Bazd meg, 5 centiről nem tudtam eltalálni ezért. Na. Initiate targeting protocols. Megseggeztük a hajó... Nem. Elmenekült? Ez is érdekes, hogy ők nem tudok ezért használni. Warpot használni elméletileg, de valamilyen módon mégis tudják a teret hajlítani. Például már nem kellett volna neki sok. Az berobban a picsába.
Néztem most ezért, volt ondókon is. Néztem egy kis csajt, egy ilyen leszbikus kis csaj ment. Azon ott röhögtem, bassza meg. A kis csaj, geci, kétszer startolt rá. Ott ilyen ondókon, itt szoktam mondani, tehát direkt mondom, hogy rosszul. Még valaki azt hiszi, hogy fogyatékos vagyok, azt nem tudom kiejteni az M betűt. Na mindegy, és ezeken a cuccokon a járkált a csai streamelgette. De meglehetősen dekoratív a hölgy. Azt egy rástartolt, ezt tudjuk, hogy ilyen leszbi hajlamokkal létező hölgyeményről van szó. Nem mondom meg a nevét, nem akarom bántani egyébként. És rástartolt így azért az egyik ilyen állt egy kis csesz, megkérdezte, hogy itt haza lehet-e vinni, mert voltak ilyen csávók, akik írták magukra, hogy free boyfriend, meg ilyenek. Ez meg a csajhoz ment oda, hogy téged haza lehet-e vinni. Az egész végig a sunákat nézte a csajba, az nincsen baj. Nincs bajom a leszbi pornóval, hogyha mind a kettő fél kurva jó néz ki. Ready for battle. Mondom én a 150 kilós dagadt állat, érted? At your command. Ennek még lenne hova fizikálisan mondjuk még erő, vagy izmosodni, vagy valami, vagy fogyni minimum. De szóval az így vicces volt. Gondolkoztam egyébként, hogy kazettás műsort, és azt lehet, hogy holnap veszek föl, bár nem tudom, hogy mennyire lesz rá időm. Na most úgy volt, hogy este makettezek, de mondom, a faszom utolsó pillanatban azt kiskippeltem a feltöltést, mert már completed volt ennek a videónak a feltöltése. Mondom, faszom, hát mondom, kecélt, mondom, ne tegyük már így föl, mondom, hogy itt van 7 vagy 8, azt hiszem 7 csodálatos győzelem, az meg audio kommentár nélkül. Azért mondjuk én szeretem így azért egyébként, ha nem is látom mondjuk a facecamot, meg mondjuk én nem ragaszkodok hozzá a másik videósokkal eltedve, hogy mindig facecam legyen. De egyébként, ha nagyon jó dumája van, vagy nagyon beteg módon adja elő az illető a dolgait, akkor az a kifejezetten jó. Várj, míg elérünk a pálya széléig. Azért szoktam mindig ide elmenni egyébként, hogy megfordulok, és akkor nehezebben, jó is, hogy be tud menni mögém, de ilyenkor nem nagyon tudnak hátba, nem tud teljesen körbe vonakozni a gecinek. Azt hettem észre, ezek a rohadványok azért mindig gyorsabbak, akármivel, mindig gyorsabbak, mint én, bazd meg. Main battle is fire! Egyébként, ha ködben állok meg, az is jó, mert akkor én hajón kerül stealthesebbe, tehát nagyobb a rejtőzködése. Na, már be kis jön, bassz, de már szét lett baszva. I am listening. Az ennek annyi is baj. Enemy in sight. 10-ből maradt ki. Hát sok ilyen kis picsányi hajója van. Fear the angels of death. Angels of death. Most marad meg a Nova, nem tudom, bazd meg, lehet, hogy... Initiate targeting protocols! 8 hajó már, 7 hajó! Hiába, ezért majd jön ott majd ott a flexel is, meg a glavírozó hajója is, de baszhatja. Tipikus ilyen taui fossák a lövedéket 100 000-rel, bazd meg. Na, ezért kicsi Nova már, kilőtt 2, nem, bocsánat, Gladius. Nem a Nova, igen, a végén hoztam be Gladiust, igen. A Gladius már ki is vert 2 kisebb. Igen, ezt ritkán szoktam használni, mert passzív fegyverzete van. Tehát ezért szeretem minimum a Huntert, mert azon van egy permanens aktív torpedó, amit szembe küldök orral, akkor azt el tudom eredni. Meg a torpedó, valamelyik torpedó megkeresi magának a célt,
Ez azt az a permanens torpedó pont, nem? De viszont ha telibe vered vele közelről vagy távolról, az a lényeg, hogy belemegy az ellenségbe. Komolyan meg lehet baszni az arcát, tehát komoly sebzés lehet. Hát egy ilyen egész rublikát, piros csíkot le tud húzni. Hát mondjuk nézzük, hogy van egy piros szegmens, egy szegmens lebír venni. A telibe vered. Pláne, hogyha még ha nincs rajta pajzs, akkor még jobb. Space Marines ready! Show us the enemy. Glavírozó hajója, geci. Na most már küldöm neki, ott megy a torpedó, megy a torpedó, megy, megy. Ó, igen, elindult, elindult. Az, oh, én akkor egy anime élvezi hangot be kéne vágni. Megtörtént a behatolásba az. Kőkeményen. Show us the enemy. Astartes vessel ready. Sophocles. És megmaradt a ezé kis hajó is, azért az faszak. Ennyi van még. Hát már a vége fele járunk. Szerintem lassan le is állítom. Van egy bukta a végén, de az nagyon unfair volt. Emlékezzünk csak a jóra. Itt azt hiszem tolok egy upgrade-et még valamelyik kapitányomra. Raffen, igen, most nevezem át. Ferrire, teljesen mindegy, hogy milyen neve van. Még ez tetszik, hogy megengedi, hogy átnevezzük a karaktert. Ez a Tordján testvér. Raffen testvér. Még megy a gondolkodás, na mi legyen, mondom. Kitettem is a levágott szeletet, mert ez a makett is volt, kap egy fatalpot. Egyébként, amit most rakok majd össze, itt van Ferrier. Crew, szerintem Master Gunnerre kéne rakni. Ha eszem van adat, nektek marin se rossz. A repaiérokat az jobban, gyorsabban megszereli a hajót, ez az. A Master Gunner az nagyon, nagyon effektív, bazd meg. Hatodik szint. Azt negyedik szintről indultunk, hát durván majd két szintet rávertünk, azért az jó. Megy a gondolkodás. Na, most mi a kukira rakjak? Mit fejleszünk? Dekkel azért mindig jó járunk. Na. Köszönöm, hogy itt voltatok. Itt most leállítom a szinkront. Elköszönök, szevasztok. Még jelentkezek, csá-csá.